Jó estét kívánok! Ne haragudjon, nem tudom, későn hívtam, mert én külföldön tartózkodom, nem tudom, hogy időáltalódás most hogy van, pluszba vagy minuszba. Viszont olyan problémám lenne, hogy vettünk önöktől elég nagy tételben almát. Na most nekem van egy ilyen kisebb feldolgozóm, elküldtem az embereim, elvitték, mikor elkezdték felezni, észrevették, hogy az almának a közepében nincs semmi, hanem bele van szarva. Most ez egy rohadt nagy átbocsátás volt, arra gondoltam, hogy önnek visszaküldök egy ládával, kóstolja meg és mondja meg, hogy ez na micsoda dolog. Milyen dolog ez, hogy beleszarnak az alma közepébe? Hát átadjuk oda a kisgyerekeknek az óvodába, elbígyanak alma levet, szarízű alma levet? Vagy nagyanyád elmegy a boltba, azt vesz belőle, elbígyon? Az anyádnak azt a rohadt mocskos alpári, rohadt betyár, kibaszott csavargó, vastagbajszok, zsíros fejű cigány kurva anyját, azt de. Tőlünk biztos, hogy nem vettek el. Bele volt kulerva az alma közepiben. És még volt benne középen egy bogár is. Némelyikben. Valamelyikben ilyen negrós papírt találtunk. Hát ez milyen dolog? Mi? Tőlünk biztos, hogy nem vettek fel. Nem? Hát új a fának a bogyója, az nem abban volt benne? Biztos, hogy nem vettek. Berki Attilának a lábáról a körmöt is megtaláltuk benne. Azt honnan szedtétek össze, azt mondom nekem.